képviselőink az idén 20 éves szentültetemben kérjük püspököt imádkozzon értünk, így elegált a szentelket, hogy példavetetőnk keresztény jelvet tudjuk élni. Isten adhatságára! Köszönjük szépen a kedves köszöntő szavakat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, püspök urat, megjelent kedves híveket, polgármester urat, bérvállalkozókat, szülőket, rokonokat, barátokat. Ebben a szent misében 6 fiatal testvérünknek püspök úr kiszolgáltatja a bérvállalás szentségét, valamint megemlékezünk arról, hogy Isten népének háza itt Csengerén 20 esztendővel ezelőtt felépülhetett. Hálát adunk a jó Istennek, hálát adunk azokért, akik akkor összefogással, áldozatvállalással a templom felépülésének ügye mellé álltak, és Isten áldását kértük az ő életükre, akik pedig már eltávoztak közülünk, azoknak az örök üdvösségéért imádkozunk. Valamint imádkozunk a Szent Misében elhunyt Kukvis András lelki üdvösségéért, halálának első évfordulóján, és szülei, idős Kukvis András és felesége Tóth Margit lelki üdvösségéért, elhunyt Ráta Imre lelki üdvösségéért, valamint a szűzanya tiszteletére és a Rózsafűzér Társulat élő és elhűlt tagjaiért. Szeretettel köszöntöm a Csengerei Szent Imre plébánia közösségének minden tagját, különösen a bérvállalkozókat mindegyik nevében. Ne felejtsük el, hogy amikor mi keresztények 2000 év óta vasárnaponként összejövünk, hol templomban, hol szabadban, hol magánházaknál, mint kezdetben, vagy katakombában, a vendéglátó és a díszvendég egy személyben a föltámadt Krisztus, őt köszöntjük mindannyian. De nagyon örülök, hogy ilyen ünnep, családos ünnepbe cseppentem bele. Gratulálok mindannyiuknak, 20 évesek. Gratulálok Imre atyának névnapi alkalmából. Ma a világ minden közösségében a 33. hétközi vasárnapot ünnepli, 32. hétközi vasárnapot ünnepli, mi egyúttal a bérmálkozás szentségét ünnepeljük. Tudják jól, hogy a pandémia sok mindent megváltoztatott az életünkben, az egyházmegye életében is a szokásos éves pünkös környéki bérmálkozás nem volt lehetséges, ezért most részesülnek Patal, itt a Csengerei Szent Imre plébánia közösségéből, plébánkodás szentségében. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel és megújult lélekkel ünnepelhessük a Szent Imre. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Megérkeztünk ellen! Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat! És adj meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el örök életre. Amen.
Olvasmány, Király Kársai könyvéből. A megszárasság idején Illés próféta az Úr parancsára útra kelt és elment Zárdátába, amikor a város kapujához ért, a kirőzsét szeretni. A próféta megszólította, és azt mondta neki: hozz nekem egy kis vizet korsóba, hadikám. Amikor az asszony elindult, utána szólt: hozz egy palac kenyeret is. Az így fel. Amint igaz, hogy él a te Istened, nincs itt semmi, csak egy maradék tisztán maradt szakajtóba, meg egy kis olaján a korsóba. Éppen azon vagyok, hogy bűnösségben, aztán elmegyek, és elkészítem magamnak és a fiának. Megesszük, aztán megtanul. Illés azonban így válaszolt neki: ne tégy, menj, tedd, amit mondtál. Csak előbb csinálj belőle egy kis lepényt, aztán hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak utána készíts. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene: a szakartó nem ülve ki, a korsó nem akad el, amíg az Úr esélyt nem mullat a földre. Elment hát, és úgy tett, amint Illés mondta. És volt mit ennie neki is, fiának is. A szakartó nem ülve ki, a korsó nem akad ki, az Úr szava szerint, melyet Illés által mondta. Ez az Isten kéje. Ezért kemény
ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perséggel és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perségbe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perségbe. Mert ő a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igény. Áldjunk téged, Krisztus! Most testvérek, körülnézünk a társadalomban, akár még a saját környezetünkben is, vagy kicsiben nagyban igaz, hogy a megállapításon is sokszor megfogalmaznak, hogy attól, hogy valakinek nagyon sok pénze van, több mint másnak átlagosan, nem biztos, hogy nem másnak. Ismerünk mindannyian műgazdagokat, ez a kifejezés, amit szoktak használni rájuk. Lehet, hogy valamilyen szempontból, ki tudja, hogy szerezve, de van pénzük, de eszük nincs hozzá, és mindenféle státuszszimbólumokat használnak, csak azért, hogy az embereket csodálatra, tudítsák, hogy még azt hiszik, hogy jogosak, hogy más ember. Látjuk a mai társadalomban sokszor probléma éppen az, hogy nagyon sokan olyan helyzetbe kerülnek, hogy anyagi lehetőségei jobban, mint másnak, mert vagy nem is mindig becsülettel szerezték, de erre a felelősségtudat, meg a kész, az intelligencia, az azért nincs meg benne. Sokszor az ilyen emberek bortot csinálnak magukból. De az a helyzet, hogy ez nem most van így, mindig így volt, Jézus társadalmában is igaz ez a jelenség. Mai evangéliumban éppen azt halljuk, hogy Jézus a fővárosban, Jeruzsálemben, a templomban, ami egy hatalmas objektum volt, külső terekkel, udvarokkal, leül és figyeli az emberek, hogyan viselkednek. És ott a kihelyezett belsejekhez látja, hogy mennek sokan. Van, aki nagy csinnadraktával, ökleszkedve, magamutogatva, látványosan, nagy pénz helyez oda vele, hogy mindenki lássa, és nincs, hogy mennyi, milyen nagy ez az ember. És egyszer csak azt látja, hogy oda serpenkedik, szinte szégyenkezve egy szegény özvegy, aki csak úgy ne is lássák 2 fillér minimális összeget, amit ne van, az kidobja a versenyt. Többiek gondolják is, hogy ez. És akkor azt mondja a tanítványainak, hogy nézzétek, az emberek úgy gondolják, hogy ilyen nagy ember az, aki látványosan adakozott, és lenézik ezt a özvegyasszonyt, de valójában Isten másképp gondolkodik. Igazából ez az ember, aki önfeszkedve csinnadraktával tette a jót, az egy majom. Aki pedig szinte szégyenkezve a mindig kis összeget vetette, Isten szándékát nézi, és Isten szemében sokkal. Ez az igazság bizony sokszor igaz az életben, hogy a látszat sokszor csal. Sokszor látszatból csinálunk valamit, a valóság egy kicsit más. És ez igaz a kereszténységgel is. Ki a keresztény? Sokan vallják magukat kereszténynek, de ha megkérdezünk, hogy mitől keresztények, azt mondják, hogy nagyapám is minisztrát, vagy a nagyapám dédapja is közel akar a templomhoz, vagy azt mondják, hogy meg vagyok keresztelve, a papírok keresztény vagyok, vagy kulturális értelemben keresztény vagyok. Ez igaz, és nem is rossz dolog ez. Manapság sokat beszélnek arról, hogy Magyarországon, Európában még az ateista is keresztény. Olyan szempontból, függetlenül attól, hogy ilyen személyes meggyőződések ide van, egyszerűen olyan társadalomban él, olyan kultúrában, amelynek a hagyományai, az egész szokásrendszere keresztény értékben lévő. És akár ilyen hallású vagyok én, de ebben itt élek, akkor ebben a keresztény vagyok, ilyen értelemben.
És éppen a bérmálkozás arra alkalom, hogy ez egy kicsit az ember elgondolkodjon. A bérmálkozók, gondolom ők is, mint mi, hiszen többségükben egész kiskorban keresztelkedtünk meg. Nem mi akartunk keresztények lenni, hanem a szüleink, a család intézte úgy, hogy megkereszteltek minket. De ez nem csak egy papíron, egy tanulság, ennek a következő. Először is sokan azt mondják, hogy nem igazságos ez. A kisgyereknek is vannak jogai, micsoda dolog, hogy a szülő megkereszteltetje a kisgyermekét, amikor az nem is tudja, hogy az. De az szépen hangzik. De miért nem várjuk meg, míg a kisgyermeknek egy keresztény családnak születik, megnő, megismer sok mindent, megismerje az ateizmus, a buddhizmus, a muszlim világot, és akkor döntse el, hogy mi akar lenni. De hát, hogy sem tűnik a dolog, hogy ezt komolyan vennék, akkor azt is mondhatnánk, hogy megszületik egy kisgyermek, akkor addig az édesanyja ne adjon neki semmit tenni, míg ő meg nem mondja, hogy mit akar. Kérdezze meg tőle, anya tejet, sört, bort kérsz, de ezt nem tudja megkérdezni, mert megadja neki azt, amit érték. Később majd a kisgyermek eldönti, hogy marad az anya tejnél, esetleg komolyabb ételt is eszik, vagy esetleg sört, bort is iszik. Sokat tudom, hogy választják is. De így van ez a keresztséggel is. Megkereszteltek bennünket, mert értékre tartották a szüleim, a család, a közösség, viszont az rajtunk múlott, hogy meg is ismertünk, hogy mivel jár ez, ki ez a názáreti Jézus. Érdemesek őt hallgatni, érdemesek őt követni, és érdemesek vele személyes kapcsolatban lenni. A bérmálkozók kiskoruktól kezdve, a családtól, a hittanórára, a közösségtől, a szüleitől, a saját tanulmányainkból megismerték, hogy mi az a kereszténység, ki az a Jézus Krisztus, mit tanított. És most a bérmálkozásban nem azért, mert mások adják ezt neki, hanem ők saját elhatározásból döntenek úgy, döntöttek úgy, hogy ők tudatosan ennek a Jézusnak a élő személyes barátságával kapcsolatában szeretnének élni. Ezt jelenti a bérmálkozás. Persze az elhatározás egy dolog, a kitart mellette valaki az egy másik dolog. Reméljük, hogy akik most tudatosan kifejezik, vagy Krisztus követni akarnak lenni, nem csak papíron, nem csak kulturális értelemben, hanem személyesen is, azok kitartanak szükségesen a döntésüknek az életükben. És ilyenkor a bérmálási szentmisében, nem úgy, mint máskor vasárnap, amikor közösen a hitvallás szövegét imádkozunk, mondjuk el közösen, most mindannyian a bérmálkozókkal együtt visszagondolunk a saját keresztségünkre, amikor a szüleink, a keresztüleink nevünkben fogadtak valamit, most tudatosan mi magunk is így fejlődünk keresztényeket. Ezután kerül sor majd a bérmálkozásra, de ezt kérlek, hogy mindenki áldozás. Kedves bérmálkozók, mielőtt megkapnátok a Szent Lelket, újítsátok meg keresztségi fogadalmaitokat. Idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor meghallottatok, illetve amelyet szüleitek és keresztüleitek hallottak meg akkor az egyházak közösségben. Feljeljetek ezért együtt mindannyian arra, amit az egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondatok ki a bűnnek minden cselekedetének és csábításának. Ellene. Hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, hírhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadta a halálból és a Atya jobbjánkban? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a vérmálás által különleges módon részesültek úgy, amint bőnköskor az apostolok részesültek. Hiszünk. Hisztek-e a katolikus anya szent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, test föltámadásában és örök életben? Hiszünk. Akartok-e az egyház közösségében, életetekben hiteles tanúságot tenni a föltámadt Krisztusról? Akartok. Ez a mi hitünk, ez az egyház hite is.
és amelyet boldogat vallok Jézus Krisztusban, Úrban. Amen. Most imádkozunk, kedves testvéreim, Istenhez a mindenható Atyához, hogy árasszál jóságosan szent lelkével fogadott gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből. A Szent Lélek erősítse meg őket, őkező ajándékai által, Szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Úrunk Jézus Krisztus Atya, te testvéreinknek vízből és szent lélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Úrunk, küldj le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámosság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. És hol legyen a helyet, miért már fogunk a Please don't share.
18. mindörökön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük fel szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, hogy születésével újjáalkotta a régi embert, szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd föltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához térve kitárta számunkra a mennyek országának ajtaját. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsőítünk téged, Urunknak vallunk, és hálás szívvel még nélkül zenjük. Köszönöm, hogy megtaláltad.
reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitén, őrizd meg szándékod szerint békében és az meg teljes egységét, aki össz is uralkodol, mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedet. Köszöntsétek egymást a béke jelenében. Legyen békesség. Thank you.
mennyiségi ajándékoddal tápláltál minket. Kérjük, hogy szent lelked kiáradása által maradjon meg az igaz lelkösség kegyelme mindazokban, akikben mennyei erőd már működni kezdett, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. A szent mise végén hálás szívvel mondott köszönetet elsősorban a bérváltozóknak, hogy vállalták a nagykorúság szentségének a felvételét, az arra való felkészülést, és hogy kitartottak egy-két éven át a járványhelyzet miatt a megszokott időben nem tudtak bérváltozni. Ebben az évben a Szent Gellért fórumba se tudtak eljönni, de ennek ellenére mégis álhatatosan kitartottak, és most részesülhettek a bérvállás szentségében. Gratulálok nektek, köszönöm szüleinknek a támogatását, felkészítő tanáraiknak a munkáját, szolgálatát, és bérva szüleinknek, hogy vállalták azt, hogy a keresztény élet útján támogatják, segítik és kísérik őket. Hálás szívvel köszönöm Püspök úrnak, hogy eljött és kiszolgálta a bérvállás szentségét, és ha bár 20 esztendővel ezelőtt még nem ő volt az egyházmegye püspöke, de már készülődött, mert ebben az évben ünnepeltük azt, hogy 15 évvel ezelőtt nevezte ki 16. Benedek pápa a Szeged családi egyházmegye püspökévé, akire egyáltalán nem haragszunk. Az elmúlt 15 évben nagyon sok templom épült az egyházmegyében, ha jól számoltam, akkor mindösszesen 8. A legutóbb Pusztaszeren a szomszédban lett a Szent Háromság templom felszentelve, és nem kevés templom újulhatott meg egyházmegye szerte, amiért nagyon hálásak vagyunk a püspök úrnak. Mondhatjuk, hogy templomépítő püspöke van a mi egyházmegyénknek, ami úgy gondolom, hogy a mai világban nem kis dolog, hiszen azt látjuk, hogy nyugaton a templomokat inkább lebontják, vagy más célra használják, míg itt Magyarországon templomok épülnek, sokszor a legkisebb településeken is, mert a hívek igényük, hogy legyen Isten népének egy olyan háza, ahol vasárnaponként megállhat, ahol Isten elé járulhat és kifejezheti iránta való szeretetét. Köszönjük szépen Püspök úrnak ezt a szolgálatát. Hálásan köszönöm mindazoknak a segítségét, támogatását, akik a mai ünnepnek az előkészületeiben segítségükben voltak, a jó Isten fizesse meg mindnyájukban. És hálás szívvel köszönöm meg Harmat József kántor úrnak és a Harmónia Egyesületnek a Szent Mise elején nyújtott hangversenyt és a Szent Mise zenei szolgálatának a végzését. Jó Isten fizesse meg szolgálatokat. Szép vasárnapot és következő hetet kívánok mindenkinek. Mivel eltemény mindig szépet beszél, elhangzott itt 15 év, 20 év, azért gondoljuk, hogy ez még semmi ahhoz képest, hogy 9 év múlva, 2030-ban ünnepli az egyházmegye közössége a létének alakításának az ezredik évét. Én jó magam, ha jó Isten éltet, akkor leszek 75 éves, akkor megyek nyugdíjba. Már most mindenkit hívok az ünnepségekre 2030-ban. Mindenki döntse, mi a nagyobb öröm majd, hogy 1000 éves az egyház megye, vagy hogy végre elmegy a csodában. De azt még meg kell élni. Szívből gratulálok a bérmánkozóknak. Köszönöm én is mindazoknak, akik segítették őket, hogy ide eljussanak az életükbe. A szülőknek, a családnak, a közösségnek, kidolgozóknak, lelkipásztoroknak. Köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen
áldozataival, és tegyen álmodottossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, a Atya, Fiú